Szervusztok, üdvözlök mindenkit az Uniform Malang YouTube csatorna nevében. Ebben a következő részben egy holland, úgynevezett 63 mintájú szolgálati egyenruhát fogunk nektek majd bemutatni. Ez az egyenruha nevével ellentétben nem 63-ban, hanem 1967-ben került ki a csapatokhoz, és viselték egészen a 2000-es évek elejéig, amikor is leváltotta a jelenleg is rendszerben lévő egyenruha. Ez az egyenruha a gárdagránátos testőrezrednek az egyenruhája ami tökéletesen látható a parolin, illetve a sapkán látható jelvényeken, hiszen mind a galléron, mind pedig a sapka jelvényen, stilizált formában a mindenkori gránátosok jelvénye jól látható. A gallértükrök egyébként kicsit német fazonúak, csak a gárda gránátos vadász és az ünvezett Irén hercegnő ezrednek volt ilyen díszes a gallértükre, a többi ö, egységnél ott pedig sima egyszínű különböző fegyveremi színeknek megfelelő ö, színekben látható. A fejfedőm az bordószínű barett, hiszen ö, jelenleg ez az egység a 11. 11. mozgékonyságú dandár részét képezi. Rendfokozat ö, az a vállakon vagy a rendfokozatokat vállakon lehetett elhelyezni, bújtatós formában, és amit itt láttok most az egyenruhán, az egy úgynevezett korporál, egy tizedes. Itt a zubbonynak a melkas részén látható egy Prevet B elnevezésű, öt ugrás után adományozott ejtőernyős végzettségi jelvény. Alatta pedig láthatok két kitüntetés szallagot. Ez a holland királyság által adományozott nemzetközi békefenntartó műveletekben való részvételére adományozzák, a mellette lévő pedig a NATO-Koszovó érem. Van még rajta egy kitüntetés, méghozzá egy katonai hétpróba után adományozott kitüntetés. Itt többek között ugye ö, felsz, katonai felszerelésben való úszás, menetgyakorlatok, kézigránádobás, kötélmászás és más egyéb hagyományos katonai sporttevékenységek után adományozott ö, ö, kitüntetés. A zubbonynak a bal ujján ö, látható a holland, az ú, katonai zubbonyokon a holland királyságnak a jelkép állata, a címer állata az oroszlán, alatta pedig a királyságnak a jelmondatával. Ugyanezek a, az oroszlánok jelennek meg, az egyébként műanyagból készült ö, gombokon is. Én köszönöm a figyelmeteket, ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha tetszett a videó, akkor pedig lájkoljátok, ha pedig kérdésetek van, akkor kommenteljetek nyugodtan a videó alá. Szerbusztok!